Bestszóra megígérem, hogy annyira azért nem lesz jogászi, hogy ne lehessen érteni. Az annyira jogászi részét azt beleraktam a publikációs kötetbe, hogyha valaki szeretné a részleteket megismerni. Adott esetben a bírósági eljárásokban a kereseti kérelmeket, vagy ilyen hasonló fincsi dolgokat, akkor az majd ott megkeresheti és megtalálhatja őket. Vágjunk ebbe bele. Lássuk, hogy ebben a csatározásban mégis kik vesznek részt. Ugye az egyik oldalon látjuk az Apple birodalmat. Ez egy ilyen kellően masszív birodalom. Ugye az utóbbi felmérések alapján azt láthatjuk, hogy a mobiltelefon értékesítési számokból az jön ki, hogy az 52%-a az értékesítéseknek az ehhez a csoporthoz tartozik. A másik oldalon pedig láthatjuk a feltörekvő új generációt, ami az androidos alkalmazások csapata. Ebben elsősorban a Samsungos részről lesz szó, hiszen a központi csatározásokat a Samsunggal folytatja az Apple. Érdekes háttérinformáció a diplomácia területéről, hogy ugye az Apple legnagyobb beszállítója a Samsung legnagyobb vásárolója az Apple. Ez eddig még nem okozott problémát abban, hogy ezek egymást megtámadják és különféle bírósági és egyéb eljárások alá vonják. Minden esetre ez egy érdekes körülmény. Azért írtam ide azt, hogy nincs vesző, mert az egyik bírósági beadványban az Apple külön fél oldalt szentelt annak, hogy tisztázza, hogy az ő nevének a leírásakor a veszőt feltüntetni az mekkora vétek, és hogy szégyelje magát a másik peres fél, hogy erre nem fordított kellő figyelmet. Ez hozzátartozik, hogy az amerikai rendszerben nagyon gyakran van a vesző a név után és az inc megjelölés előtt. A másik, amit látunk itt, az Apple GmbH, ez majd azért lesz később fontos, mert ugye a németországi csatatér az egy elég központi kérdése annak, hogy az európai forgalmazási viszonyok hogyan alakulnak, és ott nyilván meg kell, hogy jelenjen az ottani lányvállalat, illetve hát azt is látjuk, hogy a Samsung különítmény oldalán elég sok lányvállalatot felsoroltam. Helyük azért kerül sor, mert most már körülbelül 12 országban van mindenféle jogi csatározás, ők a kiemeltek róluk külön is írtam. Illetve vannak még más szövetségesek, a HTC-nél és a Motorola-nál lényegesen többen, ezt mindjárt megmutatom. Ez a valós harci helyzet, ezt nem tudom, hogy el tudjátok-e olvasni. Itt konkrétan mindenki szerepel valamilyen oldalon, és mindenki mindenkivel háborúságban áll, és mindenki mindenkitől követel valamit. Elképesztő szerintem. Még egy kicsi idő eltelik, és akkor már nem is lehet ezt szerintem egy táblázatban megmutatni, hanem legalább 3-4 ilyen ábra lesz majd ehhez szükséges, vagy egy sokkal nagyobb. Tehát ha egyszer valaki ebbe szeretne belemélyedni, akkor ezzel a táblázattal kezdje. Na, miről van szó? Arról van szó, hogy az elmúlt időszakban megjelentek az okostelefonok és megjelentek a tabletek. Az itt feltüntetett kép az Apple beadványából származik, az alsó. És látszik, hogy az Apple beadványa szerint az Apple termékei a Samsung termékeire nagyon hasonlítanak. Később persze megjelent egy valósabb ábrázolást felhasználó, nem is tudom, elemzés, ami ugye mutatja, hogy valójában a Samsung terméke az ugye az, ami fölül van. És az nem annyira hasonlít ahhoz, ami a beadványban szerepelt, de nyilván ahhoz, hogy a formatervezési mintaoltalommal bármit tudjanak kezdeni, ahhoz a nagyon-nagyon hasonlít részt kellett bemutatniuk, hát nyilván a Photoshop ebben segített. Mutatom a telefont is, az is elég szembetűnő. Tehát az első két képen ugye azt látjuk, ami a beadványban volt, a harmadik képen azt látjuk, ami a valóság, tehát valóságban így aránylanak egymáshoz ezek a készülékek, de hát gyakorlatilag ugye a Photoshop határai azok elég tágak, tehát simán lehetővé vált az, hogy nagyon hasonlítson egymásra a két készülék. Ez azért érdekes, mert ez ugye benyújtással került a bíróságra, és ennek voltak is következményei, azt majd mindjárt elmesélem, hogy micsoda. Na, mi ez az egész? Tehát onnan indul az egész, hogy az Apple-nek vannak formatervezési mintaoltalmai. A formatervezési mintaoltalom az egy jó dolog, arról szól, hogy valami hogyan néz ki. Sima ügy. Nyilván ennek az a lényege, hogy ha kitalálok valami új formát, és azt szeretném levédeni, és szeretnék ezáltal egyedi lenni a piacon, akkor erre egy oltalmi igényt benyújtok. Az Apple megtette ezt 2004-ben, 2010-ben adott rá módosításokat, stb.
Tehát nyilván ennek a formatervezési mintaoltalomnak is megvannak a maga határai, tehát nem lehet minden csak úgy bejelentkezni, hogy mondjuk én most akkor kitaláltam valamit, ami valójában nem alkalmas az oltalomra, akkor nem fognak oltalmat adni rá. Tehát annak, amit én bejelentek, annak valami egyéni eredeti jelleget kell hordoznia, alkalmasnak kell lennie a megkülönböztetésre, és ami egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy hát nyilván nem, a technológiával nem függhet össze, tehát nem lehet az egyetlen megoldás, hogy azt technológiai oldalon meg lehet valósítani. Amit itt írtam, hogy ugye hogy indult ez az egész eljárás. A legeslegeleje a történetnek az Amerikában indult, ott van egy szabadalmi jogvita, egy formatervezési jogvita, és még különbelül nem tudom, 5 másik eljárás. Erről részletesen a publikációban olvashattok majd. És aztán utána volt egy ausztrál akció, ahol ugye megállapította a bíróság, hogy a Samsungnak be kell mutatni a piacra lépés előtt az új tabletet, és azért a Samsung Ausztráliában nem is hozta azt a tabletet forgalomba, azt mondták, hogy majd oda gyártanak egy speciális dolgot, azt még azóta is gyártják. Na ez alatt Németországban, ami ugye a központi csataterünk, ott azt láthatjuk, hogy augusztusban a Düsseldorfi Tartományi Bíróság előtt az Apple olyan beadványt nyújtott be, ami annyira hiper-szuper-sürgős volt, hogy egyáltalán nem tartott tárgyalást a bíróság, hanem a beadvány alapján ezekkel a képekkel, amiket láttunk az előbb, egy az egyben elrendelte a forgalmazás tiltást. Nyilván ennek nem örült a Samsung. És mivel az eredeti korlátozást Németországon kívül egész Európára vonatkozóan kérte az Apple, és ennek eredetileg helyt is adott a bíróság, ezt aztán augusztus 25-én, amikor kiderült ez az ominózus, hogy na, a képek nem pont úgy néznek ki történet, akkor Németországra szűkítötten rendelte csak el a bíróság, és az európai vonatkozásokat egyszerűen azt mondta, hogy ezt nem. A következő rész az az volt, hogy ugye az eredeti tabletek azok a 10.1-esek voltak, de kitalálta az Apple, hogy nyilván a 7.7-tel is problémája van, hiszen az pont megjelent volna az innovációs vásáron, és ugye egészen nagy felhangot kapott volna, de azokat ott konkrétan magán a vásáron kellett leszedni a polcokról, mert hogy vittek egy ilyen friss és ropogós határozatot a bíróságtól, hogy már pedig ezek is be vannak tiltva. Szeptember 9-én aztán ugye az ideiglenes intézkedéseket fenntartották. Ez azt jelenti, hogy van a pernek egy érdemi tárgyalása, az meglehetősen lassan szakértők bevonásával folyik. És az ideiglenes intézkedések azok egy ilyen átmeneti rendelkezések, amíg nem lesz érdemi döntés, addig ez van. Lehet, hogy a végén az érdemi döntés az lesz, hogy megtiltják, de lehet, hogy az lesz, hogy nem tiltják meg. Ha nem tiltják meg, visszamenőlegesen nyilvánvalóan meglehetősen nagy kártérítést kell fizetni az Apple-nak. Na mi van még? Hogy lehet akkor mégis, hogy ennek a jó ismert üzlethálózatnak ez a plakátja? Jogos lehet a kérdés. Magam is csodálkoznék, ha nem lennék ügyvéd. Nyilván ez úgy történhet, hogy a forgalmazás letiltása az arra vonatkozott, hogy most már nem szállíthatnak többet be, de hát elég jelentős raktárkészletek vannak már eredetileg is bent az országban, amiknek a kiárusítása már nem tartozik ahhoz a leányvállalathoz, aki ellen a rendelkezés szól, hanem már nyilván az a MediaMarkthoz vagy egyéb ilyen terjesztőhöz tartozik, és őket nem kötelezték semmire sem, tehát ők gond nélkül ezt most forgalmazni fogják, illetve forgalmazzák is, amint látjuk. Na, mi ez az egész tényleg? Tehát, hogy így jogászilag hogyan kerül a csizma az asztalra? Azt láthatjuk, hogy van egy ilyen közösségi formatervezési minta. Ez ugye annyival erősebb, mint a többi, hogy ez az egész Európai Unióra vonatkozóan kerül bejelentésre, kerül vizsgálatra, és nyilván ez egész Európai Unióra vonatkozik, hogyha ezt az oltalmat megítélik. Ez azzal jár, amint látjuk, hogy a minta engedély nélkül hasznosítható harmadik személyekkel szemben fel lehet lépni, ez azt jelenti, ez a fellépés, hogy elmegyünk a bíróságra, azt mondjuk, hogy hát ezek így csúnya dolgot csinálnak, és akkor a bíróság azt mondja nekik, hogy elnyebelnye, és innentől fogva van köztünk egy ilyen rendezetlen jogi helyzet, aminek vagy az a vége, hogy teljes betiltás van, vagy az a vége, hogy kártérítés fizetés van, vagy a kettő együtt, hogyha ugye az alperest marasztalják el. És ugye a forgalomba hozatalra való felkínálás, forgalomba hozatal, behozatal, kivitel, használat, raktáron tartás, stb. Ugye ezt minősül hasznosításnak, ezt tudja betiltani a bíróság. De ahogy mondtam már az előbb, hogyha ezek az események korábban megtörténtek, akkor arra már ugye nem lehet az alperest kötelezni. Na, és akkor mire hivatkozik a Samsung? Mert nyilván hivatkozik ő is valamire. Például arra hivatkozik, hogy hát itt nincsen semmi újdonságelem, mert hogy már megnézhetjük ezt a szuper részletet 1973-79 között,
ott a fiatalember kezénél, ott, ha mindenki nagyon nézi, akkor láthatja, hogy ott egy tablet. Tehát ez pont úgy néz ki, nem fekete ugyan, de hogy lapos is, érintőkijelzős is. Tehát valójában tudja szinte az összes dolgot, ami a formatervezési mintaoltalomban, mint egyedi dolog leírásra került. És aztán azt mondták, hogy hát jó, de hát hogy ugye elvileg nem lett volna szabad a formatervezési mintaoltalmat megadni, mert ez nem volt új dolog. Mutatok egy másikat. Ez is szerepel magában az ellenkérelemben. Ugye itt is láthatjuk, hogy az ebédelő fiatal emberek oldalán szintén van egy-egy tablet, ami szintén világít, meg nem tudom, aztán csipog is. És ezeket pont ugyanolyan jól lehet használni, mint például az Apple mostani termékeit. Az nagyon fontos, hogy a formatervezés arról szól kizárólag, hogy hogy néz ki, arról nem szól, hogy hogy működik. Arról, hogy hogy működik, arról a szabadalmak szólnak, illetve a szoftver szabadalmak, amik viszont az Európai Unión belül nem engedélyezettek elvileg. Na, itt látjuk, hogy ugye azt írja maga az irányelv, hogy a formatervezési mintákat egymással azonosnak kell tekinteni, ha külső jellegzetességeik csupán lényegtelen részletekben különböznek. Ez ugye azt jelentette volna, hogyha ugyanolyan, tehát hogyha visszagondolunk az első képekre, hogyha tényleg annyira ugyanolyan a tablet, meg tényleg annyira ugyanolyan a telefon formája, akkor megállapíthatnánk, hogy egymástól csupán lényegtelen részekben különböznek, és ha esetleg megállapítja a bíróság, hogy tényleg volt alapja a formatervezési mintaoltalom bejegyzésének, akkor abból következően nyilván a többit be kell tiltani. Most hogy itt elég sok feltétele van, hogy ha, hát meglátjuk, hogy a bíróság ebben hogyan foglal állást. Amit eddig már biztosan állíthatunk, hogy a holland bíróság tudja értelmezni ezt a cikket, a német bíróság még gondolkozik rajta, hogy tudja-e. Ugye a hollandok megállapították, hogy kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye egyrészt az, hogy ez a termék így néz ki, mert hogyan nézhetne másként ki, hogyha az a lényeg, hogy azon a felületen kell matatni. A németek még ebben nem foglaltak érdemben állást, mondom, ott csak egy idéglenes intézkedés van. A holland eljárásban viszont egyértelműen kimondta a bíróság, hogy na hát ezt azért nem. A hollandok sajnos más miatt tiltották be a Samsung termékeket, arra mindjárt kitérek. Viszont nyilván nem kell a Samsungot sem félteni, kitalálta ő is, hogy akkor jól betiltatja az iPhone S4-et, hiszen egy csomó szabadalmat sért, amit ugye ők bejegyeztettek már annó. Ugye, és akkor áttérünk arra a részre, hogy szabadalom, tehát ez a hogyan működik, vagy miért úgy működik rész. És az a probléma ezzel, hogy a 3G-s technológia alapjait érintőek azok a szabadalmak, amikről a Samsung beszél ilyenkor, hiszen el akarja lehetetleni pontosan így visszamenőlegesen az összes Apple termék forgalmazását, és hogy elvileg ezt megtehetné, de gyakorlatilag miért nem teheti meg? Azért nem teheti meg, és erre az Apple jogászai is hivatkoztak, mert volt egy olyan megállapodás a vezető telekommunikációs cégek, illetve a vezető hardware gyártók között, hogy nem fognak letiltást elrendeltetni bírósággal azokban az esetekben, hogyha valami alapszabványt érintő szabadalmat sért. Tehát, hogyha valamelyik szabadalomból alapszabvány lesz, akkor arra vonatkozóan csak díjigénnyel élhet az, aki a szabadalom, és nem kérhet letiltást. Ugye jelen esetben pont az van, hogy ez egy annyira alap része magának a technológiának, hogy az már szabványjá vált, és így innentől fogva erre vonatkozóan annyira nem lehet letiltást kérni. Nyilván díjigényt lehet, és nyilván ezt meg is fogják ítélni. Tehát mást akart a Samsung elérni első körben. Na, itt van a holland döntés, amiről beszéltünk. Ezt augusztus 24-én hozták, és ott megállapították, hogy a szabadalom miatt kell beszüntetni a forgalmazást, abban az esetben, hogyha ezt nem sikerül megváltoztatni. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a két fotógalériát, amit egyébként ezek a telefonok használtak, de arról szól maga a per, hogy maga a szabadalom, hogy annak a fotógalériának a működése, az pontosan milyen, tehát hogy hova lehet húzogatni a képeket, meg hogyan lehet azokat működtetni. Nyilván erre vonatkozóan is voltak a Samsungnak észrevételei. Ezekről van egy részletes hivatkozás, hogy milyen korábbi dolgokra hivatkoztak, illetve hogy miről mondták azt, hogy ez szerintük egyáltalán nem áll meg. Illetve csináltak egy workaroundot, és most elkezdték magát a szoftvert úgy megváltoztatni, hogy ezzel ne legyen probléma. És itt volt a viszontkeresetben ez, amit az előbb említettem, hogy akkor ők meg megpróbálták saját szabadalmak alapján az Apple-t sarokba szorítani, de ezt elutasította a bíróság. És aztán van valami, ami előtt napok óta teljesen elképedve állok, hogy ez vajon így miért történt és hogy történhetett. Ez pedig a november 4-én volt egy döntés a német bíróság előtt.
Ez a Motorola kontra Apple, ahol a Motorola a felperes, és ők azt kérték, hogy az Apple tiltsa el a bírósága az összes olyan termék forgalmazásától, ami a Motorola szabványait sérti. És ugye az ebben a döbbenet, hogy az Apple nem védekezett. Tehát, hogy ebből úgy lett bírósági meghagyás, tehát egy első fokon, döntés, hogy nem volt semmi érdemi reakciója az Apple-nek, és erről jogászok, nem tudom, órákon át képesek egymással csevegni, hogy ez vajon miért történhetett, és ez milyen taktikai húzás, és hogy kinek ez miért lesz jó, és hogy hogy nem lesz jó, és akkor itt elhangzik minden onnantól fogva, hogy ez nyilván azért van, mert az Apple nincs vesző, INSZK lett az alperes, ahelyett, hogy az Apple GmbH lett volna, és hogy nem voltak elég alaposak a motorolások, de látszik nyilván a másik oldalról, hogy valójában az Apple GmbH az egy egyszemélyes leányvállalat, és szinte semmilyen bizniszben nincsen benne, ugyanúgy, hogy a Microsoft Magyarország sem képvisel semmit Magyarországon, ott is mindent kívülről irányítanak. Tehát nyilván ebből a szempontból az anyavállalatot volt érdemes megtámadni, vagy lehet, hogy csak időt akartak nyerni, vagy lehet, hogy azt várták, hogy az Európai Bizottság eljárást indítson mindenki ellen. Egyelőre ezt most így nem látom át, hogy ez pontosan miért történt, de rendkívül izgalmas, tényleg jogilag így ez az egyik legizgalmasabb rész, hogy ez vajon miért történt? Nem tudom, ha rájövök, majd megmondom. És akkor mire számíthatunk itt a csatározások terén? Hát nagyjából ezt az 5 éves tervet tudom vázolni. Rengeteg sok eljárás van, nyilván mindegyik az első fokon tart, lesz mindegyikből második fok, idéglenes intézkedésből, érdemi döntésből is. Hogyha az Európai Unióra vonatkozóan szeretnék ezt kiterjeszteni, akkor arra vonatkozóan, ugye amíg az Európai Bíróságnak is lesz egy állásfoglalása, vagy egy ítélete, és ráadásul a tisztességtelen piaci verseny miatt, ugye, hogy a technológiát akadályozó szabványok felhasználása kerülhetnek-e vagy sem, meg hogy ez vajon erőfölénnyel való visszaélése vagy sem, erre vonatkozóan még bizottsági vizsgálatokra is számíthatunk, úgyhogy ez jó hosszú eljárás, de aminek lehet közben örülni, hogy amint így látjuk, ugye ez már tart, hát valahol április óta, gyakorlatilag ez a tabletek és az okostelefonok fejlődését igazándiból nem akadályozta, vagy hogy most hallottam, hogy van a Mozilla-nak új ötlete arra, hogy hogyan lehet egyébként a teljes operációs rendszert az okostelefonokban cserélni, és akkor lehet, hogy arra is lesz megoldás, hogy ne sértsenek ezek Apple szabadalmat, illetve hát arról is lehet majd gondolkodni, hogy valójában a szoftver szabadalmak érvényesítése Európán belül az mennyire kritikus, vagy mennyire lehetséges, vagy egyáltalán ezzel hogyan fognak valamit kezdeni. Hogyha valakinek van esetleg kérdése, igaziból ennyi az előadás, akkor annak nagyon javaslom, hogy olvass el a publikációt, amit tényleg, nem tudom, rendkívül sok hétvégémet rááldozva készítettem, és kellően alapos ahhoz, és sok-sok linkkel van megtűzelve, hogy így jól legyen követhető, hogy mikor, mi történt, és ki hol, ki ellen csatározott. Hogyha pedig van még valamilyen kérdésetek, akkor arra vagy most válaszolok, még szerintem van 1 percem, vagy esetleg kint az előadás után. Köszönöm a figyelmet!